Következő vendégem Cseh Ágnes, jó reggelt kívánok! Segít abban, hogy hogyan mutathatom be a titulusát tekintve? Az MSZ-EDDS elnöke vagyok, ez a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatának demokratikus szakszervezete. De most konkrétan, amit én úgy ismerek, hogy EDDS ennek, és az, hogy mondta, MSZ, Magyarországi Munkavállalók. Ez két különböző szervezet? Nem, csak volt a nevünk, mert bővültünk. 2008 óta gyakorlatilag mi alkalmasak vagyunk önálló konfederációra, és 2010 óta ez a nevünk, úgyhogy köszönöm ezt a kérdést, mert a sajtóban Gaskó István állandóan EDDS-ről beszél, és mi már 2010 óta MSZ-EDDS vagyunk. Tehát ön azt mondja, hogy ezt a bizonyos titulust, hogy ennek az elnöke, ezt teljesen jogszerűen használja, és azért is kérdezem, mert valóban a bíróság tavaly jogerősen kimondta, hogy önt még 2010-ben jogszerűtlenül választották meg az EDDS 2011 elnökén. Decemberében hirdette ki, 2000. december 29-én kaptuk készhez, és ugyanezen a kongresszuson 8 alelnököt ugyanazzal a módszerrel választottunk meg. Őket a bíróság nem tartotta törvénysértőnek, és a pedagógus szakszervezetnél 4 olyan ítéletet hozott, amely pontosan ellentétes a miénkkel. De ez már a múlté, elnézést, hogy... De olyan értelemben fontos, hogy mikor kapta készhez ezt a bizonyos levelet, mert hogyha már nem számított elnöknek a jogerős bíróság ítélet szerint, akkor elvileg nem is lehetett volna joga összehívni ezt a tisztóító kongresszust. Ezt Gaskó István mondja. Nem tudtam, hát, hogyha most jogászkodunk, akkor is így van, nem? Nem. Tehát elnökként, ha nem elnök, jogerős bírósági ítélet alapján, akkor nincs joga összehívni a tisztóító kongresszust. Én azt hiszem, hogy ezt nem a kedves nézőkkel fogjuk itt most megvitatni, a jogértelmezést, mert a polgári perrendtartást, ha akarja, akkor idézem, hogy a kézbesítéstől kell végrehajtani az ítéleteket, egy kihirdetett ítéletet nem lehet végrehajtani, és éppen ezért január 20-án azt, amit a mi testületeink egyébként törvényesnek tartanak, hiszen testületi döntések voltak, ebben január 20-án pótoltuk, és történt egy kongresszus, amelyen 82%-ban újra választottak elnöknek. Nagyon kérném, hogyha arról is beszélhetnénk, hogy Gaskó István milyen minőségben beszélget erről a nagy nyilvánosság előtt, ugyanis ő nem tölthet be egyszerre két tisztséget, nem lehet a vasúti dolgozók elnöke, és nem lehet nálunk tag. És ami a legeslegfontosabb, hogy nagyon sok kárt okoz a mi munkavállalóinknak, mert ő úgy tesz, mintha a mi szakszervezetünk tagja lenne még az általa elnökölt ligának, holott jelen volt azokon a testületi üléseken, ahol mi egyhangban kimondtuk, hogy tagdíj nem fizetéssel megszüntetjük a tagságunkat. Igen, tehát és 2000... ez kérdéses, hogy most az EDDS valóban tagja a ligának, vagy sem? Nem kérdéses, pont ezt szerettem volna elmondani, hogy testületi döntésekkel 2011-ben eldöntöttük, nem Cseh Ágnes, nem egyéni vállalkozásról van szó, jelen volt Gaskó István, csak ez egy hatalmi játszma, hatalomról, pénzről és a szotvagyonról szól. Tehát ő neki ahhoz fűződik érdeke, mert az mi csatlakozásunkkal ő a legnagyobbá vált. Azzal, hogy mi megállapítottuk, hogy nem következett be az a szándékunk, hogy kormányzati közvetlen tárgyaló pozíciót nyerjünk, ezáltal a tagság meghozta azt a döntést, amelyről ő tud 2011 júniusa óta, sőt 2011 szeptember 17-én ott volt, és nekünk 2011 október 15-én automatikusan megszűnt a tagságunk. Tehát azóta ez az ő álmok futása. Mert hogy Gaskó István valóban azt mondja, és ezért hívtuk be most önt, hogy ezt elmondjál az ön, hogy látja ezt a kérdést. Nem az én kérdésem. Testületi hogy nincs döntés. Hivatalos. Ő azt mondta, hogy nincs hivatalos dokumentum arról, hogy kiléptek a ligából. Nem is kell, hogy kilépjünk, és ezért mondtam, hogyha valaki felhatalmazás, megbízás nélkül képviseli a mi szervezetünket, az jogellenes. Nekünk nem kell kilépni, a liga alapszabálya szerint 4 hónapi tagdíj nem fizetés után automatikusan megszűnik a tagságunk. Sőt, többször írásban kezdeményeztük, sőt, olyannyira nem akarja elfogadni a mi tagsági jogviszonyunk megszűnését, engedje meg, hogy elmondjam a nézőknek, mert szeretném, hogyha a vasutasok is tudnák,
hogy tudtunk és beleegyezésünk nélkül a vasutasok nevében befizetett nekünk tagdíjat, amit mi visszautasítottunk, sőt, december 17-én, amikor a 7. szövetséget létrehoztuk, ott volt, jelen volt az ülésen, újra felajánlott, hogy a vasutasok pénzéből befizeti a 2012. évi tagdíjat, holott tudta, hogy 11-ben már lejárt, és egy nem szavazat mellett megköszöntük, hogy nem kérjük, tehát engedje meg, hogy összefoglaljam a nézők számára. 2011-ben megszűnt a ligatagságunk automatikusan. Gaskó Istvánnak azok a nyilatkozatai, hogy ő tagja a mi szakszervezetünknek érvénytelenek, mert akkor ő nem elnöke a vasutas szakszervezetnek, és ami a legfontosabb, hogy a kormányzat előtt eljár, úgy, hogy mi nem tudtunk róla, dr. Szocskával tárgyalt, aki állítólag kijelentett, hogy a kormányzat velem nem hajlandó tárgyalni. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, és én köszönöm a mai műsort, hogy ezt elmondhattam, mert ezt a tagságnak tudnia kell, hogy Gaskó István az ő döntésükkel szemben és meghatalmazásuk nélkül jár el. Köszönöm szépen. Én is.